nagyon jó dolog én szerintem, amikor így összejönnek az emberek, és ismerkednek a művészettel és a kultúrával, különböző szobrokkal, vagy bármi egyéb ilyen alkotásokkal. Önök mióta készítik ezeket? Ezek csuhéból? Én készítem őket körülbelül 10 éve. És ez egy ilyen családi hagyomány alapján, nem, vagy ez miből indul, nem, ez alakult úgy ki? Kezdődött, hogy karácsonyi ajándéknak kaptam pénzt, és én elmentem Vácon a Lira könyvesboltba, és ott vettem egy könyvet. Hát sajnálom, most nem hoztam magammal, és ebből a könyvből kezdtem én, a szalmafonás. Ez Tüskés Tündének a könyve, leírja, hogy kell gyűjteni a szalmát, különböző technikák vannak benne, és ebből kezdtem csinálni. És egyébként érdekelte is amúgy korábban ez a kézműves dolog, mert ugye nyilván azért ezek egy abszolút... Igen, érdekelt, mert én Váci lány vagyok, és Kosdon lakom most már 33 éve, oda mentem menyecskének, és a férjemnél, a lakásban, ott náluk Kosdon, voltak ilyen buzacsigák. Azt gondolom egyébként, hogy ezek a fajták, ezek talán nagyon régi motivumok, ugye, mert én gyerekkoromból nekem annyira ezek... Ez az aratási ünnephez kapcsolódó és arató díszek végeredményben, és ott a lakásban volt, vagy 10-12 darab ilyen nagy, és a végén kiderült, hogy apósom készítette őket, de sajnos rá egy évre őt elveszítettük, így nem volt kitől megtanulni. Nem volt kitől megtanulni. 3 év után találkoztam Tündével, és az ő Pécsváradon egy ilyen szalmafonó kurzusán vettem részt, és akkor találkoztam az országból ott lévő olyan szalmafonókkal, akik ezt csinálják. 3 évig csak a saját kútfőből, meg a könyvből, meg az ötletből készítettem a tárgyat. Hogy kezd az ember egyébként nekiállni? Vagy hogy kapja meg az anyagot? Milyen formában? Azt hogy kell megmunkálni? Hogy az anyag az úgy történik, hogy én vetem a kertben, nagy kertünk van, vetem a szalmát, és saját magamnak kell szálonként kipucolni. Ez teljesen így egyesével? Igen, egyesével, mert ez nem úgy van, hogy learatja a kombány, hanem én kézzel, sarlóval felteszem az asztalra, és akkor így szálonként pucolom ki. Ebből lehet készíteni különböző fonatokat, ezek ilyen lapos fonatok, ezek kerülnek utána rá az üvegre, dobozra, ez egy boros üveggallér, ez is egy ilyen lapos, háromféle lapos vonás van rajta, vagy a csigafonatok, végelemében az állatfigurák is, amik ott vannak, vagy például a magyar lánynak a szoknyája is, ez pontosan olyan csigafonat, mint ez itt. Ez az alapja. Ez az alapja. Ez az alapja. Úgy készül a keze, úgy készül a szoknyája, ez lapos fonat. És ezeket először így megtetszik rajzolni, vagy elkezdi hajtogatni a szalmákat, és az ember nyilván tudja, hogy mit szeretne abból készíteni. Igen, hát a magyar lány az úgy készült először, hogy láttam Gyékényből a mesterségek ünnepén kirakva az asztaldísznek, és akkor hazamentem, és elkezdtem gondolkodni, hogy ezt hogy lehet a szalmából is megoldani, és akkor jött a kötény, sikerült a kötény párta, na mondom, akkor fonott szoknyája, kötött, prusztik része legyen neki, a haját megoldottam, de most ezt, amit láttam, kellett nekem 2-3 hónap, hogy összeálljon a fejembe, hogy én azt hogy tudom áttenni a szalmára, és hogy tudom véghez vinni. Ebből a szalmában mindent meg lehet csinálni, amit nem. Mondjuk az ember lát egy nem. Olyan népi motívumot, nem. Vagy egy olyan nyilván régi könyvekből, amit fel lehet lelni. Sok mindent meg lehet csinálni, de azért nem mindent. Az az igazság, hogy nem mindent, mert ugye van kötöttséget ad a szalma, hogy mit tudom belőle. Hogy kell ezt elképzelni, az ember mondjuk megfog 3-4 szalmát, hogy ezt elkezd így fonni, vagy hogy kell ezt ugye rögzíteni, mert nyilván azért ezek elég szoros fonatoknak kell, gondolom. Annak lennie, hogy ez ne essen szét. Hát ez egy lapos fonat, ez úgy készül, hogy a kezembe van a szalma, és akkor úgy fonom. A lapos fonat az így készül. Csinálom a lapos fonatot. És akkor ez így kilométer hosszúságba egy minta szerint megy végig, és akkor így készül a lapos vonat. És amikor a lapos vonat így hosszan megvan, akkor van nekem egy ilyen mángorlóm, amiben így végig tekerem. Az két henger. Hogy képzeljük el? Két henger között így végig. Ugyanúgy, mint régen a ruhát, amikor kicsavarták két henger, azt mondják mángorlónak. Azt mondják most mángorlón. Én is a szalmafonatot úgy végig tekerem rajta, és az ad neki egy simaságot és laposságot. Ezek a lapos vonatok. Ez pedig gömbölyűbe megy. Összefogok 6 szalmát, vagy 8-at, és akkor körbe-körbe fogom. Mennyi idő, amíg mondjuk elkészül egy ilyen... Ez ilyen nem kora? Sok. Vagy ez nem sok, sok. Egy fél óra alatt ezt így meg lehet körülbelül csinálni, ha ki van hozzá válogatva a szalma.
azt be kell áztatni, mert vizes állapotba kell dolgozni, és akkor, ha úgy leülök, egy fél óra alatt egy ilyen csigát meg. Azt gondolom, hogy egyébként ezt nagyon kevesen csinálják szerintem már az ilyenfajta kézműves. Van egyébként utánpótlás, vagy vannak olyan emberek, akik már ők megkeresték önt, hogy készülnek, vagy szeretné megtanulni, mert azt gondolom, hogy ezt már a mai fiatalok biztos, hogy nagyon kevesen kezdik el, de valahol azt gondolom, hogy nyilván ennek is kell egy olyan, hogy majd valaki csinálja tovább. Vannak érdeklődők, és főleg én úgy veszem észre, hogy óvónénik, pedagógusok között van. Tehát akik inkább gyerekek közt, igen, vagy olyan, igen, helyen dolgoznak? Olyan helyen, mert ugye ők már próbálkoznak a pedagógusok is azzal, hogy a gyerekeknek a természetes anyagból átadni a dolgokat, és ilyenek meg szoktak engem keresni, hogy ők már tanulták valahol, játszóház, iskolába jártak, és tanulták a szalmát, és ezt, és azt, és amazt is, csak ugye kevés időt fordítottak rá, és ez se tudja, hogy kell, Kell. Tehát akkor igazán vannak fiatalok, akiket ez van, mert én mondom, érzékelem, hogy az óvónénik, tanítónénik, azok azért próbálkoznak most már rámenni, az én nagyobbik lányom is tanítónén, és ő is próbálkozott, hogy a természetes dolgokat vinni a gyereket. Nem gondolod, hogy valahol mégis elkezdeni ezt tanítani, vagy keresni még többet, hogy mert azt gondolom, ezek már annyira kuriózumnak szállt, tehát ezt annyira kevesen csinálják, és annyira gyönyörűek, hogy arra nem gondolt, hogy esetleg tanítani? Még több embert megtanítani erre, mert azt gondolom, hogy akiben van egy kis érzékehez, vagy van kézügyessége, tehát, és ez úgy látom, hogy azért nem olyan nehezen, tehát könnyen megtanulható, vagy legalábbis az alapfonatok. Igen, könnyen. Ha valakit érdekel, kicsi gyerekeknél nem nagyon tudom alkalmazni a tanítást, mert ők sem a játszóházat, de a felnőtt megkeres, és ilyen nagyobb lányok azért ők ügyesek, már is meg tudják csinálni. Hát a tanítással egyenlőre nem foglalkozom, mert az az igazság, hogy három pici unokánk van, és egy nagymama vagyok a családban, úgyhogy nagyon sok időmet elveszik ők is. Mellette csinálnom is kell, meg néha így elmegyek, hogyha meghívnak, de hát még csak 50-en felül vagyok, úgyhogy remélem, hogy még lesz időm arra, ha idősebb leszek, és az unokáimmal már nem úgy kell foglalkoznom, mint most, hogy ilyen tanítással is. Melyik egyébként a legkedvesebb, amit szeret csinálni? A babákat, vagy akár... Virágokat szeretem. Virágok. Valahogy mindig, és azzal is először karácsonyfadíszeket csináltam, utána pedig a virágokat. A virág az a kedves. Azokat a csuhéból és szalmából is a virágok. A virág az, amelyik a legközelebb vál. Igen, azokat szeretem. És remélem, hogy az unokáimat, már a nagyobbikat érdekli, csak hát még 4 éves, és nem. Még ahhoz picike. Ő annyit tud csinálni, hogy a szalmaszálat beteszi nekem ebbe a mángorlóba, és lelapítja. Tehát azt gondolom, már az is jó, hogy esetleg, amikor látja, hogy ezek a szalma hogy kerül az elvetni, azt igen, leszedni. Igen, hát azt gondolom, talán az a legjobb, ha már a legelejétől mert látja, és akkor azt nagyobb mondták, az esély, hogy ők ezt nem tanulják meg, majd az unokáimat tanítsam meg rá. Remélem, hogy őket majd azért meg tudom majd tanulni. Jó.